Eddigi tevékenységünket. Jelentem, hogy befejeződött az OAH támogatásával meghirdetett második nukleáris újságíró akadémia, melynek hallgatói közül igen sokat örömmel üdvözlök itt a teremben. Folytattuk az atomenergiáról mindenkinek szóló népszerű, hát divatos szóval rócsónkat, az egyetemi városokat immár második körben látogatjuk meg. És mind Pécsett, mind Győrben igen élénk érdeklődés mellett adtunk tájékoztatást az atomenergiáról és főleg annak biztonságáról. Nukleáris balesetellállítás terén elkészült az új, felülvizsgált Országos Balesetellállítási Intézkedési Terv. Elkezdtük az idei nemzeti gyakorlat előkészítését. Én büszkén jelenthetem, hogy az Európai Unió bizottságánál harmadszor is megnyertük az úgynevezett Respect-rendet, ami azt jelenti, hogy az elmúlt 6 év után további 3 évre az Országos Atomenergia Hivatal az Európai Unió bizottságának tanácsadó szervezete bármilyen nukleáris baleset esetén bárhol történik az a világban. 2013-ban már nem lesz sokkal könnyebb a helyzet a hivatalnak, sokat kell idén is dolgoznunk. Az üzemidő hosszabbítás folytatódik, várjuk a kettő blokk üzemidő hosszabbítására vonatkozó engedélykérelmet a Paksi Atomerőmű Zrt-től. A Küztinger kollega majd elmondja a Tukosimagyi Abszúttervünket, annak a nemzetközi értékelésében kell részt vennünk, és természetesen a hazai megvalósítás hatósági feladatait látjuk el, tehát figyelemmel kísérjük és ellenőrizzük annak hazai végrehajtását. Természetesen folytatunk el a felkészülést az új atomerőmű blokkokra. A nyáron megalakult kormánybizottság munkájában részt veszünk, annak az előkészítő munkacsoportjaiban mindenhol, ahol hatósági feladaton úttörnek a szakembereink. Megkezdődött és folytatjuk a Központi Munkás Fénzügyi Alap felkészítését az új blokkok fogadására, és készülünk a telephely engedélykérelemre, amit a Paks 2 Zrt., ami közelmúltban alakult meg, fog majd benyújtani hozzánk, és ez lesz az új atomerőmű blokk engedélyezésének egyik első lépése. Idén lesz aktuális a budapesti kutatóreaktor időszakos biztonsági felülvizsgálata. Ez az a vizsgálat, ami az európai gyakorlat szerint és a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség ajánlásai szerint 10 évenként végre kell hajtani, 2 okból, az egyik, meggyőződni, hogy a biztonság továbbra is megfelelő, másrészt az időszakos biztonsági vizsgálatok kapcsán határozzuk meg azokat a biztonságnövelési feladatokat, amiket a nukleáris létesítményeknek az elkövetkezendő periódusban végre kell hajtani. Ennek van jelentősége például a Paks esetében, Fukushima vonatkozásában, erre majd Küztinger